Több okból is összegyűltek a bukovinai gyökerekkel bíró bátaszéki székely családok képviselői egy közös megemlékezésre a tájházban. József falva 80 évvel ezelőtti tűzvész által okozott leégését, a falu újjáépítésének gigászi küzdelmét, a példás összefogás minden egyes fontos részeit elevenítették föl a székely kórus minden egyes tagjának irodalmi igényű tolmácsolásában. A másik apropó a 30 évvel ezelőtt zászlót bontott bátaszéki székely baráti kör kerek évfordulója volt, és arra is emlékeztek, hogy 70 éve érkeztek meg Bátaszékre. Józsefalva azon szerencsés település, amely a II. Világháború szörnyű pusztításait, járványait megúszta, ám 1939. május 18-án kegyetlen tűzvész pusztított végig a bukovinai településen. A falu házainak, épületeinek kétharmada leégett. A szerencsétlenségben óriási szerencse, hogy egyetlen emberi áldozata sem volt a példátlan pusztításnak. Erdély szíve megdobbant, és a lapokban új, állandó rovat nyílik József falváért. A tűzvész a patak mentén lévő főutcát teljes egészében közel 2 kilométer hosszan elpusztította. Volt valami szimbolikus abban, ami a megmaradást illeti, hogy a templom és előtte a kis Mária szobor, és persze az iskola is megmaradt. És az újjáépítés temérdek teendői közepette is a templom orgonájának felújítása is megtörténhetett, köszönhetően Székely Albertnek, a híres helyi mesternek, aki a régi sípokat vadonatújakra cserélte. Legyen igaza ennek az imádságnak, legyen igaza a benne zengő hitnek. Adja az Isten, hogy a József falvi emberek megtalálják életük oltalmát az emberek jó szívében és cselekedni tudó odasietésében is. Adja az Isten, úgy legyen. Reményik Sándor ismert versét a Szekszárdi Egyesülettől érkező Székely Rozália tolmácsolta. Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul. De ne halljátok soha többé Isten igéjét magyarul. A gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szavát. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Kismödi István, a bátaszéki székelykör elnöke beszédében a tragédiával kapcsolatosan emlékeztetett arra a példaként is állítható összefogásra, ami jellemző volt az ott élő több nemzetiség között, magyarokra, románokra, székelyekre, amit jó lenne megőrizni manapság is, különösen katasztrófák esetén. Az, aki nem égett le, az segített a többinek. A románok is segítettek a leégetteknek. A szomszéd román falvak átjöttek, mint ahogy szó volt róla, nem messzire van Dragolyest, és onnan is átjöttek. És ami talán természetes, de mégis kicsit megható, hogy a másik 4 bukovinai székely falu, holott elég messze voltak József falvától, 40-50 kilométerre, Isten segíts, fogadj Isten, András falva, Hadik falva, azonnal jöttek és segítettek. Az ünnepség második részében visszatekintettek a bátaszéki bukovinai gyökerű székelyek az elmúlt 3 évtizedre, amióta már szervezetten, hivatalosan is létezhettek. A hagyományok ápolásában kiesett több generáció is ugyan, de az idősebbek szívós kitartó munkájának több bíztató jele is van, annak, hogy ott lesz a székely kultúra az elkövetkezendő évtizedekben is bátaszék kulturális közéletében. Azért kellenek a néprajzi táborok, meg egyáltalán meg kell becsülni azokat az időseket, akik még tudják, tudnak dolgokat, hiszen, mint ahogy mondtam már, az élet minden részét átszőték, a szövést, a fonást, a fafaragást, amit hirtelen tudnék mondani, de minden részére. Kiterjed az életnek a népművészetünk, ami úgy érzem gyönyörű. A mesemondók mellett működik a székely kórus, a közelmúltban megalakult a Székely Unokák Tánccsoportja. Jelen vannak a tájházban, megmutatva képzőművészetüket, és mint József falvaiak annó, ők is maximálisan együttműködnek a helyi németséggel, a felvidékiekkel és valamennyi itt élő nemzetiség képviselőjével.
mi mindenkivel szeretnénk jó kapcsolatban lenni, és ezek alapján szeretnénk továbbfejlődni, amennyire lehet, és ha itt lenne egy lehetőség arra, hogy saját fészket tudnánk rakni, akkor megköszönnénk a fejlebbvalónak, és szeretnénk azt belakni majd annak idején, és akkor jöhetnének azok a programok, amikhez sajnos ilyen objektív dolgok kellenek, de én úgy érzem, hogy most elindult valami, és bízunk benne, hogy lesz ebből valami. Ennek az önálló nevező kultúrháznak Bozsolik Róbert polgármester szerint el is jött már az ideje. A kultúrájukkal, hagyományaikkal, akár az öltözködésünkben, akár a gasztronómiai részben nagyon sokat adtak a településnek. Meg is tudják őket mutatni, hála jó Istennek. Tehát azáltal, hogy több mint 120 család került ide Mátaszéken, erős magban tovább tudtak életben maradni, és az elmúlt 70 évben fent tudott maradni ez a kultúra itt Mátaszéken. Ennek ékes bizonyítéka többek között a Mátaszéki Tájházban a székelyszoba. Az elkövetkező időszakban közösen fogunk együttműködni abban, hogy egy székelyház is létre tudjon Mátaszéken jönni. Ezzel is tovább tudjuk vinni a bukovinai székely kultúrát itt Mátaszéken.